A Kazinczy Társaság a 23. évkönyvét mutatta be, melyet igen nagy érdeklődéssel vártak a társaság tagjai. Az összeállítás különösen sokszínű, gazdag anyagot tartalmaz, érdekes olvasmányt kínál. A könyvbemutató érdekes színfoltja volt az a két előadás, mely a könyvben jelentős helyet elfoglaló Kassa témához, illetve Kazinczy munkásságának bemutatásához kapcsolódott. Kedves tagtársak! Örömmel látom azt, hogy szép számmal összegyülekeztünk a Szép Halom évkönyv bemutatójára, és annak is örülök, hogy az a két ember, aki tudja, hogy mi a tartalma ennek az évkönyvnek, azok is itt vannak, és be fogják tudni mutatni. Egy idézettel szeretném köszönteni a jelenlévőket. Kazinczy írta, a hazai nyelv a nemzet szeretetének legszorosabb kapcsolata, még azoknál is, kiknek nemzete különböző státusokra szaggattatott. A mi számunkra ez egy ismerős idézet. Én is olvastam már sokszor, de tegnap, amikor egy kárpátaljai kis faluban jártunk, egy színmagyar falu ukrán iskolájában, és a rendhagyó történelem óránkat abban az osztályban tartottuk, ahol ez az idézet egy kis táblára ki volt írva. Elgondolkodtam azon, hogy a mi számunkra ez lehet, hogy csak irodalom, nyelvművelés, és egy idézet a sok közül, az ott élő honfitársainknak azonban mindennapos tapasztalat, küzdelem, megtartó erő, nyelvében élhet a nemzet. És úgy gondolom, hogy az ő lelkületükkel, az ő szívükkel olvasva ezt a gondolatot vihetjük magunkkal, és ezzel kívánok áldást a mai tanácskozásra, könyvbemutatóra, együttlétre, beszélgetésekre. A Szép Halom évkönyv 23. 632 oldalas vaskos kötetét Fehér József múzeum igazgató mutatta be. A szerkesztő e kötet középpontjába Kassát és vele együtt Abóit állította. Abból a meggondolásból, hogy idézem, Kassa 2013-ban Európa egyik kulturális fővárosa. Szlovákia második legnagyobb városát mi, magyarok is magunkének érezzük, noha szomorúan tapasztaljuk, hogy közel 4,5 millió lakosából a 2001-es népszámláláskor mindössze 8940-en vallották magukat magyarnak. Ez 3,8%. Nem véletlen tehát, hogy évkönyvünk idei 23. kötete hangsúlyosan foglalkozik Kassával. Annál is inkább, mert szlovák tejtestvéreink alig adnak teret az Európa Kulturális Fővárosa program keretében azoknak a folyamatoknak, teljesítményeknek a bemutatására, amelyekkel a magyarság járult hozzá az idők során Kassa szellemi rangjához. Csorba Csaba szerzőtársunk felvázolja a középkori Kassát. Kőszegi Elemér művészettörténész, aki 1882-ben született és 1954-ben halt meg, egyebek mellett a Kassai Múzeum igazgatója volt, Kassa műemlékeit írja le. Ez az alapmunka, amelyet minden városismertető ma is használ. Olá Tamás történész kollégánk új adatokkal szolgál Rákóczi Rászóról, Rákóczi Erzsébetről, Radics Andrásról. Mészáros Kálmán kultúrtörténész tények, talányok, tévedések második Rákóczi Ferenc születéséről címmel érdekes tanulmányt közöl, de vigyázat, nem azzal a szándékkal, hogy megingassa a borsi születés tényét. Ijés Gábor történész kollégánk második Rákóczi Ferenc emlékezete Kassán címmel írt áttekintő dolgozatot. És tovább haladva, Kovács Miklós művelődéstörténész
a legkitűnőbb kassai helytörténész szerintem, akit szeretettel köszöntök itt az elnöki asztalnál, különben meg társaságunk tiszteletbeli tagja is, Katona József Bánkbányának kassai ősbemutatóját beszéli el, mert hogy ott volt ez a történelminek nevezhető színházi előadás, de ezt kevesen tudják. Zelenák István, tokai barátunk, Kassa város és a tokai borvidék kapcsolatait ismertetei. És hadd jegyezzem meg itt, hogy a szerzőnek alapkönyve, sőt most már alapkönyvei jelentek meg, körülbelül egy éve Szepsi Lackó Máté és a Tokai Asztu címmel, amely sok legendát eloszlat, de újakat is épít tényszerű adatok alapján. Somogyi Gábor egy kassai polgárcsalád, az Éder család történetén sorsán keresztül mutatja be a várost, illetve a város történetében ennek a családnak a sorsát. Ötvös Anna kassai történész szerzőnk Márai Sándor kassai lábnyomait járja be. Hanes Zoltán kassai karcolatok című eszéműfajú, mégis tárgyilagos áttekintéssel rajzol plasztikus képet a kassai magyarság sorsának alakulásáról egészen napjainkig. A teljességre törekvés jellemezte a Magyar Nyelv Múzeum a Testvérmúzsák című művelődéstörténeti sorozatát, mert éppen a nagyon széles látókörű Kazinci szellemében gondoltuk azt, hogy indítsunk egy olyan előadássorozatot, amelynek előadásai megmutatják Kazinci korát és a Kazinci kort megelőző és azt követő kort. De nem csak irodalomtörténeti, nyelvészeti vagy történeti politikai szempontból, hanem megmutatja a testvérmúzsákat is, a társművészeteket, a zenétől, a divaton keresztül az építészetig. Megmutatja azt, hogy milyen volt ez a kor a maga teljességében, mert meggyőződésünk szerint csak így ismerhetjük meg Kazinci életművét és a Kazinci kort, a magyar irodalomnak ezt a jeles időpontját, időszakát. És ennek a jegyében indult ez a sorozat tavaly, és folytatódott immár ebben az évben a második sorozattal. Tavaly jelent meg a Testvérmúzsák Kazinci korában című kötet, amely részben ennek az előadás sorozatnak az előadásait tartalmazta. És ebbe a sorozatba illeszkedik a mai alkalmunk két előadása is. Kovács Dániel és Kovács Miklós előadása. Kovács Miklós helytörténész, író, kassai középiskolai tanár a Kassa Európa Kulturális Fővárosa programjáról, az előkészületekről, a megvalósult kulturális beruházásokról, rendezvényekről adott áttekintést. Megkezdődtek Kassán az áruünnepség rendezvény sorozata, a rendezvényei, amelyek ugyan nem olyan gazdagok, mint a januári nyitóünnepség rendezvényei. Akkor ugyanis néhány nap alatt 200 rendezvény pergett le Kassa utcáin és termeiben, színházaiban. Most 60 rendezvényre kerül sor. Ha megnézzük ennek a 11 hónapnak a rendezvény sorozatát, akkor meg kell állapítani, hogy ebben a magyar részvétel nagyon jelentős volt. Tehát rendkívül sok esemény, rendezvény foglalkozott Kassa múltjával, történelmével, felvonult a magyar kulturális életnek rendkívül sok képviselője. A Nyelvújítás lélektana címmel dr. Kovács Dániel szokatlan és érdekes szempontból vizsgálta Kazinci és a nyelvújítás korát. A nemzeti lélekét tükrözője a nyelv, ahogy azt hallottuk, ennek a jelentőségét már Kisendre bevezető előadásában is, és Kastolányinak meg Babits Mihálynak a nyilatkozata ugyancsak megerősíti, hogy mennyire sokat számít az egyén szempontjából a nyelvhasználatnak a kérdése. 200 esztendővel ezelőtt jelent meg Veszprémben egy gúnyirat gondolat címmel, amely a neológusoknak, a nyelvújítóknak a működését szatirikus formában mutatta be. A könyv elején egy ábrázoláson
Kalinczi Szamárhától mutatják be, ahogy ballak föl a Parnasszusra, és ebben is próbáltak kigúnyolni. Ez a 200. évforduló is indokolja, hogy most napirendre tisztük a nyelvújításnak a kérdését. Kalinczi Ferenchez írott epistolájában emeli ki Berzsenyi azt, hogy milyen nagy jelentősége van nyelvünknek. Ő úgy gondolta ugyanis, hogy az része a magyarságunknak, része emberségünknek, tehát erkölcsi kérdés is a nyelvhasználat. Másfelől pedig egy olyan eszköz, amely az észt, a rációt szolgálja, mert a nyelv megfelelő kimülése nélkül az új eszméket nem lehetne közvetíteni. A könyvbemutató jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel zárult.